a szexári borok mindig sikeresen szerepelnek, akár a hazai, akár a nemzetközi borversenyeken. Most a legfrissebb eredmény, ami azért nagyon komoly volt, Szexárnak is, meg egyébként Magyarországnak is, mert két bor is nagy aranyérmet kapott. Ugye tavaly évben nekünk is sikerült, illetve Esztervalréknek nagy aranyérmet szerezni. Az mondjuk a 15 ezer mintából csak egy-két száz-száz-százötven bornak sikerült. Idén pedig egy Villány és egy Tokaji bor ugyancsak nagy aranyérmet kapott. Mi szexárdiak pedig jó néhány aranyérmet zsebeltünk be. Nekünk is három tétellel sikerült ezt a magas pontszámot elérni, ráadásul igazából mindegyik újdonság vagy olyan új évjárat, amit még nem ismernek még a szexárdiak sem, és hát ezeket fogom majd nyilván elvinni az idei szüreti napokra is. A Rubato Cuvée 2020-ból, ami a Cifra Fesztiválnak a bora, ami külön büszkeségünk, hogy a Cifra György munkásságát fenntartó nemzetközi fesztiválnak a borász támogatói lehetünk már évek óta. Aztán az Örökség Bikavérünk, ami ugye egy megújult címkével a 19-es évjáratban nem olyan rég került a polcokra. Ez is aranyérmet kapott, illetve a már tőlünk megszokott Regnum Cuvée ugyancsak a 19-es évjáratból, ami ugyancsak ilyen szép éremmel térhetett haza. A szüreti napokon ezekre a borokra építjük majd a kínálatot, megspékelve egy kis új Rajnai Riesling birtokválogatással, a 22-es Syrah Rosé birtokválogatással, gondolva arra, hogy azért jó időt jósolnak, hála Istennek, tehát a könnyedebb borok kedvelőinek is szeretnénk alternatívát nyújtani, és természetesen a Kék Frankos, a Szentahegyről vagy a Kadarka, és elviszük a legnagyobb borunkat is, a Szexárd Grandot, a 17-es, ugyancsak nem olyan rég debütált évjáratból, ugye ami megint csak a szexárdi összefogásnak egy nagyon szép példája. Könnyed borok kedvelőitől az abszolút érlelt csúcsborok kedvelőjén keresztül mindenki szeretnénk megörvendeztetni az idei születi napokon. Romantika szőlőhegy szívében, ezt úgy mindenki szereti, ki tud ülni reggel a gangra, a nap felkeltében akár, itt egy kellemes nyári terasz van, ugye minden lehetőség megvan, egy kis wellnessre, egy jó vacsorára, egy pincetúrára, tehát nagyon komplex szolgáltatást tudunk nyújtani. És hát a sikereink között, hogy ne csak a bort említsük, ugye tavaly évben a Pécsi Borozó szavazói voksai alapján mind három kategóriába a top 5-be kerültünk, tehát mint borászat, mint hotel, illetve mint a primárius étterem. Ugye ez egy komoly mérföldkő volt a konyhának és az egész csapatnak, hogy a régióban ma már számon tartanak minket a legjobb éttermek között. Ez nagyon komoly elismerés, és ezt szeretnénk nyilván a jövőben is ugyanígy, ha lehet még emelni a színvonalat. Tulajdonképpen én 4 éve indítottam el, vagy 4 éve volt az első olyan szüret, amit úgy önállóan vállalkozás formájában elindítottam, tehát ennél azért régebb óta foglalkoztam borra, voltak szerencsére jó mentoraim, és akkor én ezt az egyetem mellett próbáltam meg tulajdonképpen vinni, és most is az egyetem mellett csinálom. Vásároltam szőlőt, illetve területet. Kevesebb mint 1,5 hektáron gazdálkodunk jelenleg, és akkor a többit az pedig sikerül a szexári borvidékről, helyi termelőktől, illetve barátoktól megvásárolni.
én Budapestről jöttem ide Szekszárra tulajdonképpen, és akkor itt vettünk egy területet, ahol tulajdonképpen a pincészet is van. Itt lakunk mellette, és volt az a présház, amiben tulajdonképpen most vagyunk. Ennek a végében volt egy beszakadt pince, és akkor ide 18-ba, illetve 19-be készítettünk 3 darab kupolát. Az idei év az első szerencsére, hogy sikerül magunkat megmutatni, és ez így egy álom vált valóra, hogy azért Szekszárdon a nagyok mellett ott legyünk. Hét tétellel készülünk a születi napokra. Ebben van cserszegi fűszeres, kadarka fehér, rozé, ezek éjfrankos merló rozét. Vannak könnyebb vörösboraink, egy merló, illetve egy kadarka. Készülünk továbbá egy nagyon szép szirával is, illetve egy testesebb merlóval még. A 15-ös pavilonnál leszünk. Ez a Béla térre vagy a templomban szembe áll az ember, akkor jobb oldalon rögtön az Ízek utcája mellett, ott leszünk az elsők. Úgyhogy ha valaki egy jót evett, ivott, akkor utána várjuk, hogy sok szeretettel. A Fritz birtok nem csupán egy hely, hanem a múlt, jelen és jövő találkozása. 30 hektárnyi szőlőterület, ahol kiváló helyi és nemzetközi fajták teremnek. Egy pince, ahol díjnyertes boraink hosszú évekig tölgyfahordóban pihennek. Egy föld alatti borszentély, ahol felejthetetlen élmény a borkóstolás. Egy étterem, ahol valódiak az ízek, és igazán jól esnek a tájjellegű magyaros és sváb ételek. Egy panzió, ahol minden egyes szoba egyedi és szerethető. Egy hely, ahová szeretünk megérkezni, és mindig öröm visszatérni. Hagyományőrző birtokunkon családi és céges rendezvények, születésnapok, esküvők, tréningek és továbbképzések lebonyolítását vállaljuk. Tavasztól őszig akár 500 főt, télen 280 főt le tudunk ültetni előzetes bejelentkezéssel. Egyedülálló gasztronómiai élményt kínálunk a teraszunkon kialakított látványkonyhánk segítségével. Vendégeink többek közt megkóstolhatják kemencében sült malacunkat vagy bogrács ételeinket. Igény szerint programokat szervezünk, részt vehetnek nálunk disznóvágáson, szüreten, vagy akár Land Roveres túrán, de ajánljuk a közelben elhelyezkedő gemenci erdő kirándulási lehetőségeit is. A Fritz birtokon szívesen látjuk vendégül mindazokat a családokat, baráti társaságokat vagy céges vendégeket, akik kiváló borok és a tradicionális vidéki konyha ízei mellett szeretnének kikapcsolódni és feltöltődni. Fritz birtok, Decs, Szőlőhegy.
Itt a Bódi Pincetben vagyunk, itt Szekszárdon, és nagyon fontos hír, elkezdtük a születet. A Pinot Noir Rosé készül most mai nap, úgyhogy nagyon nagy munkán vagyunk, és közben készülünk a borfesztiválra, itt Szekszárdon a születi napokra, ahol is sok borra várjuk az érdeklődőket. A születi napokra szintén több tételre készülünk, fehérek közül lesz egy száraz tramini, lesz egy fehér bódi kutya küvé, és újdonságként egy gyöngyöző bort is hoztunk, hogy hozunk ki a fesztiválra, ő neve a Gyöngyi, és ez egy szép buborékos, illatos, gyümölcsös tétel, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvelni fognak a fogyasztók. A fehérek mellett a Osi rozét visszük ki a rozékedvelők részére, és vörösborok közül a vörös bódi kutya fog megjelenni a fesztivál standján, az Optimus küvé, egy kékfrankos válogatás dűlőszeletet étel Falohelyi dűlőből, egy Merlot válogatás Gurvica dűlőből, és a Grand nevű küvénket fogjuk még ott mostatni, amely különleges tétel 5 éves élés után hozzuk a fogalomba. Egy 2017-es évjárat és nagyon-nagyon szép tétel, és kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon az alapanyag. A másik pedig egy Optimus küvének a válogatása, a Gold Optimus küvé, szintén 2017-es évjárat. Ez is kékfrankos, Cabernet Sauvignon és Merlot házasításából készült. Ha jó idő van és süt a nap és napközben van, akkor a fehér rozék jéghidegen fröccsben vagy tisztán kerülnek fogyasztásra. Amennyiben az időjárás kicsit hidegebbre fordul, vagy éjszaka vagyunk, vagy este vagyunk már, inkább vörösborok felé orientálódik a értő fogyasztóközönség. Szekszárd Béla tér lesz a fő helyszín. Itt mi a sorsolásnak köszönhetően a nagy templomnak az oldalába, a hármas tangon kaptuk a helyet. Itt mindenki megtalál minket a többiek mellett, úgyhogy ott várjuk a hideg és a hideg fehérekkel, rozékkal és a vörösekkel várjuk a vendégeinket. A születi fesztiválon természetesen új borként az Ésai Olivér, Ésai Dávid, úgy hívják a bort, őt mutatjuk be, és most kezdjük el értékesíteni a 2020-as vörösborokat. Ezek a 2020-as vörösborokból is igazán három borra vagyunk büszke, a Kadarkára, a kékfrankos válogatásra, ami Bendegúz névre hallgat, és a Kolos Bikavérre. Mind a három szekszárdi palacba került, ők közülük a Bendegúz az aranyérmes is lett, tehát gyakorlatilag őket mutatjuk be a születi fesztiválon. Ezek az új borok, amelyek már szekszárdi palacba kerültek, egy új irányzatot jelentenek a pincénknél. Látszik az, hogy a fogyasztás elfordul a vörösboroktól és a nehéz vörösborok irányából, és egy könnyedebb irányzatot vesz. Mi megpróbáljuk ezt követni, és megpróbálunk egy stílusában könnyedebb, játékosabb vörösborokat előállítani. Erre a Kadarka, mint fajta nagyon alkalmas, de a kékfrankos és a bikavérnél is egy könnyedebb irányba mentünk el. Természetesen a fiúk lesznek kint, a Bendegúz és a Kolos fogja illusztrisan árulni a Bendegúz és a Kolos bort. És a Boton mind legkisebb fiú is ott fog segítkezni.
Az Attila birtok nem véletlen birtok. Tehát nem csak pince, és nem csak borászat, azért lett birtok a neve, és a szlogenje az, hogy több, mint borászat, mert nagyon sok szolgáltatást nyújt. Tehát mi a birtokon egy élményt szeretnénk adni, aminek egy része a bor. A másik fele az itt tartózkodás, a túrák, a vadászatok, a közös vacsorák, a borkóstolók. Tehát egy birtok élményt szeretnénk adni komplexen, természetesen a borral együtt. Az Attila birtok több, mint borászat. A pincét a 60-as években vásárolták a szüleim, meg a hozzátartozó szőlők egy részét, és hát azóta folyamatosan szőlőt termelünk, már család, és én folytattam, négy testvér közül, tehát én vagyok a legfiatalabb, és én folytattam a szőlészkedést, meg a borászkodást. Most jelenleg 10 hektár szőlőnk van, és főképp kék szőlőink vannak, minimális fehér szőlőnk is van. A kékszőlők részében rozét is készítünk, itt van például ez a Nero rozé. Cannes-ban a rozé világversenyen ezüstérmet értünk el vele. Az idei évben ez volt ez a versenyen indultunk és sikerült. Három aranyérmet nyertünk Bordeaux-ba, és egy nagy aranyérmet Brüsszelbe. Ezeket a borokat is szeretnénk megmutatni az idejében, és van még belőle készlet. A Bordeaux-ba a Jurátus küvével, Letícia küvével és egy Cabernet Sauvignon nyertünk, és ezeket mind kivisszük a Szekszárdi Fesztiválra. Megtörtént a szület 15-én, augusztus 15-én, és most már befejeződött az eredés, úgyhogy most van derítés alatt, és szerintem palacba is kerül a születi napok kezdetére. Aztán viszünk fehér borból fehér kadarka csendes változatot, és még gyöngyözőt, aztán sárdonét, és egy fehér küvét, ezek lesznek a fehér boraink is, vörösborból, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shirazt, persze kadarka, elsősorban kékfrankos vikavér, tehát hogy meg a patikáris küvé, mert pincéknek a specialitása, azt is visszük, hogy megpróbálunk mindenkinek megfelelni. A Béla téren leszünk a 13-as pavilonban. Ez, hogyha jól láttam a térképen, akkor a Vármegyeház bejáratának a jobb oldalán van.
2017-ben vásároltam ezt a Decsi Szőlőhegyen lévő borbirtokot, akkor még elég elhanyagolt állapotban volt, és az évek folyamán gyakorlatilag évről évre mindig sikerült egy kicsit hozzátenni az épüléshez, illetőleg a szépítéséhez. Elsősorban ez a szőlőfajtákat érinti, amelyeket folyamatosan évről évre mindig meg tudtam újítani. Nálam azért a nagy francia fajták lettek telepítve, tehát Cabernet, Franc Cabernet, Sauvignon, az amelyek az ültetvény nagy részét gyakorlatilag behatárolja, de természetesen található nálam kékfrankos is, meg merló is. Gyakorlatilag most már azt lehet mondani, hogy rutinos vagyok, hiszen már második alkalommal veszünk részt, szándékosan mondom többes számba, hiszen nem egy személybe veszek részt a Szüreti Fesztiválon, így most második alkalommal is készülünk egy-két olyan, nevezzük azt meglepetéssel, de igazából a munkának, a gyümölcsének a bemutatásával. 8 fajta borral készülünk, ebben van 2 fehér borfajta, egy Chardonnay, egy Sauvignon Blanc, illetőleg van egy rozénk is, ami egy kék frankos cveigelt szőlőből készült rozét tartalmaz. Ez a 2022-es év végén, illetőleg januárban mind a Újbor Fesztiválon, mint pedig a Sajt Fesztiválon ezüstérmet szerzett, mármint a rozé. Ezen kívül idei évben ért azért a pincészetünket egy nagy siker is, hogy a szekszárdi borversenyen aranyérmes borunk lett a Cabernet Franc, ami amúgy is a csúcsbora a pincészetnek, illetőleg bekerült a Pannonbor Régió Top 25 borába is. Erre különösen büszke vagyok, mint termékre, ez egy 2020-as évjárat egyébként, és azért is kapta Hadrianus nevét, ezt többen meg szokták kérdezni, mert 2017-ben, amikor megvásároltam a borbirtokot, akkor a szőlő egy jelentős részét azt értékesítettem, és az első igazából lévő saját szüret és borkészítés az pont egy Cabernet Franc lett, és akkor már eldöntöttem, hogy a fő csapás iránya gyakorlatilag az egész borászatnak a Cabernet Franc köré épül, és ezáltal, amikor kitűztük az irányt, hogy mégis milyen arculata legyen a borászatnak, akkor az ókori Rómára esett a választás, így lett a borászatunk neve ugye Aliszka borászat, ez az ókori Rómára vezethető vissza ez a táborhely kifejezés, amikor a római csapatok itt állomásoztak vélhetően ebbe a térségbe, tehát Báta, Székőcsény, Decs, illetőleg Szekszárd területét értjük alatta. Azon belül is ugye a szekszárdi nem csak hogy borvidéket, hanem a szekszárdi hegynek a vonulatát. És akkor azért tűztük zászlónkra azt, hogy mutassuk be egy kicsit mégis milyen ez a térség, milyen az ókori Róma, és így kapták a borok egy olyan fantázia nevet, ami végülis latin fantázia nevek, nagy részben ugye a fajta borok személyekről, nevezetesen császárokról vannak elnevezve, és ugye a Hadrianus császár idején, ami a második század, Krisztus után a második századra tehető, akkor érte ez a környék a virágkorát, Hadrianus császár ideje alatt, ezért kapta egyébként ez a bor Hadrianus császár nevét viselve ezt a nevet, úgyhogy ezért is most már egy pluszban remélhetőleg fölnövünk a császárhoz és a császár múltjához és történelméhez, úgyhogy ezt a bort mindenképpen visszük a fesztiválra, és van még 7 vörös házasításunk, az egyik Aura névre hallgat, az egy könnyedebb vörösbor, ugye az Aura az egy szellőt jelent, egy lágyabb, az egy kékfrankos cveigelt merló házasítás, van egy Intuíció nevű nagy francia házasításunk, ugye merló, Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc házasítása, illetőleg van az Aurelius névre hallgató Cabernet Sauvignon borunk. Említettem az ókori Rómát, akkor megemlíteném a pincészeti elmondatát. Egy csepp második század, egy csepp 21. század. Hogy pontosan ez mit is jelent, személyesen örömmel válaszolok vendégeinknek. Várjuk Önöket a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon!